Itt vagyunk a Sümeg doktor bácsinál. Igaz? Lázas meg köhög. Na, voltunk az orvosnál, mindenki volt habi, kis Peti is, csak közben megálltunk sütizni a cukrászdába. Haza Petihöz megyünk, igen, meg a Bekihöz. És ők még sütiznek, jaj, piacon. Ők még sütiznek, meg mi meg eljöttünk, mert meg be akartam menni a Rossmannba. Úgyhogy mi sétálunk haza. Kaptunk nagyon sok gyógyszert, orsprét, probiotikum, antibiotikum, köhögésre is kaptunk valami köptetőt, már nem tudom, mert fura nevűek, ezeket még sose használtuk. És amúgy most jól van, hát 39,6 volt a láza tegnap este. Mindjárt adok még cukrot, várja, vagy mi az emendem. Jól van, tessék. Szívesen. Úgyhogy most megyünk visszafele, gyalogolunk. Agy faszom volt már, elvesztettem. Kucsi-kucsit sehol sem találtuk már mindent. Már Petinek azt a mágnesét a hűtőről leszettem, és ráraktam egy izére, madzagra. Gyere, mert jön az autó, kezedet kérem. Itt jön velünk szembe. Nem tudom, hogy merre fog menni. Na, pont erre. Állj be a gazba. Attól nem. Azt se tudja, mit csináljon. És már azzal kerestem, hogy majd akkor ezzel a mágnes horgászós szarral majd megtalálom, mert tudja, hogy az udvarban van, vagy hol van, hol van. Sehol nem találtam, megnézte az Adrián az autójukba, mert ugye elvittem magammal, valamit kivettem belőle, amikor mentünk a Bográcshoz a háromlábért. Aztán utána a Habi kiment, megnézte, én is megnéztem már az Adriánnal. Aztán talán Habi még egyszer megnézte. Erre gyere, babám! Állj meg! Erre! Gyere, mert jön a... Erre! És... gyere ide belülre, jó, cica? Kérsz még? Inni nem kérsz? Jó. Inni kérsz? Na, várja. Finom? Citromos. Elég volt? Úgyhogy... Habiék... Gyere erre, mert jön az autó! Habiék vittek el minket az orvoshoz. És... mikor odaértünk az orvoshoz, akkor valamiért oda nyúltam le. Hátul ültünk az üléshez, és akkor levettem észre, hogy ott van a kocsi kulcsom. Már a víz levert. Most belegondolok, mire kihivatok ide valakit, és nekem itt lemásolja, meg megcsinálja. Bocsánat, csak nem egyszerű így haladni. Állj meg egy kicsit, Krisztófer. Tessék. Szívesen. És hát az 50,000 forint így alaphangon szerintem, hogy csinálnak nekem egy ilyen kulcsot. Eleve ilyen 30-valahány ezer egy ilyen másoltatás, vagy mi, ugye a csippes, meg mit tudom én. Igen. A utánfutó. Viszik a kapálógépet. Hát de ha előre néznél, akkor nem esnél el. Állj meg, mert jön a biciklis néni. Hát jó, dobd el azt és porold le. Úgy. Úgy dobd el, már nem kell, kapsz másik csokit. Akkor jó.
Na gyerünk gyorsan. Gyorsan. Itt van, gyere. Az nem jó kakás már. Christopher, hagyd ott. Az koszos. Akkor egészségedre. Móni. Kavicsos is volt. Na mindegy, úgyhogy... Wú! Remélem, hogy... Kulcs az nem volt jó, hál' Isten. Menj be ki! Gyere ki, hogy gyorsan. Hú, sziasztok! Hát sziasztok! Nem tudok senkit megsimogatni, mert ez aztán az ital. Ugye aztán. Ó, basszus. Ha megrohadok. Úgyhogy. Enni volt. A lényeg, hogy megvan minden. Ide teszek neked cukrot, jó? Hogy legyen. Itt a inni. Tessék. Hú, te szentséges atya úristen. El meg püsélek. Addig kinyomom. Hát ez aztán hosszú volt, fél másodpercre meg. Ja? Pepajotósok. Mi csodát? Pepajotósok. Hát én nem tudom, Peti, hova? Ja, de cumis üveged nincs is itt, hanem a Petinél van. Jaj, meghalok, Móni. Ja! Együnk kukoricát. Hát megeszem. Hátra megyünk. Viszek sót. Hol van az? Na, a kémény itt van. Menjetek a kéménybe. Bocsánat, de másképp nem tudom elvinni ezt. Gyere, csukd be azt a... Beki! Csukd be a kaput, és gyere ide hátra, mert jön az autó és elüt. Gyorsan csukd be. Gyorsan csukd be. Jó, akkor itt maradsz. Szia. Csukd be és gyere. Na gyere ide hátra, itt vagyunk, ide lecsücsülünk. Itt az autód is. Jaj. Kérsz kukoricát? Nem kérsz? Hú, de melegem van. Úgy volt, hogy ma kezdte egy kutyastrand, de hát így biztos, hogy nem. Legalábbis én nem megyek a gyerekkel. Mondta a doktor bácsi is, hogy ne. Én megeszem ezt a kukoricát. Ne menjen ma a kárba. Meg amúgy is. Szeretem. Hú, de nem vagyok a legjobban. Megint ez a füllet dögüdő. Kérsz? Wait. Mit keresem? Megy a premier, mi meg kijöttünk ebédelni Kikóval. Na jó, hogy jöttünk. Jaj. Látszik a templom óra is. Finom? Yeah. Nagyon finom lett ez a pörkölt. Imádom a bukedlit. Csak elfogyott.
Lehet, megcsinálok. Nagyon jó. Ez így volt. Jó étvágyat. Megkerül. Nagyon ideje van. Jól laktam. Hát azt gondoltam. Kim felejtettem a kovászos uborkát. A napon. Na van, hogy többen is. Kér. Mi? Kovász. Nem kérek. Ott a sima. Az se nem. Ez jó néz ki, de... Mit ettem? Tele vagyok, pörködtek. Mondjuk felét kikoette meg, de ki is hányta. Én majdnem elcsúszott fányásába. Jó, jó. Egyensúlyozott. A gyógyszertől hánytam, úgy most. De olyan aranyos, hogy nem sír. Anya, gyögyök! Oka jó. Az csirke mely? Borzacska. Izélba. Párizsi szele. Az csirke. Az a jó? Az pulyka. Hát miért dobtad ide? Mert te régen kikónak mindig ott a szalonnát cumi helyett. Az olyan aranyos mutat is. Na jött a foga. Az ilyet. Csak nagyba. Kajtolja a torkom a panél. Kimarta a pálinka. Szeretem a döglött kutyákat. Az azt jelenti, hogy jól végezte a dolgát a gazdi. Mikor hopp kifeküdt a Balatonon a fülbe, behozom a kovászat. De van a ritmusban. De én azt akarom. De nem szokott. Jó volt. Sziasztok, viccat! Nézők! Nála is lesz a baj velem. Csak. Jaj! Olyan szar, hogy itt van ez a szekrény. Az mi? Jó, hamar megcsinálták ezt. Na, kész volt, azt ott rohadt mióta, senkinek nem követ. Mi? Ventilátor. Papírtörlő. Olajsütő? Olajsütő. Na. Mi ez? Mit mondta? Cigány pecsenye. Az ja. A szalonna hagyma. Az jó. Csak a hús szereti. Semmit nem akarok csinálni. Beki, hogy lefordult, nem tudsz magukra. Akkor irány a kár. Kikó alszik? Az nem alszik soha. Lemerülök, bazd meg. Örökké? Hogy lehet? Lesz egy gitárom. Tényleg? Igen. Habiék. Intézték. Csak el kell mennem érte.
Hashtag Gitor csatornám. Gitor. Finoman. Nagyon fárasztó ez a rágás. Főleg, hogy nincs az embernek foga. Tiszta bográcsos a ruhám. Hobbiék elmentek, megpróbáltam elganyézni azt a izét, bográcsot, de lefújtam hideg zsíroldóval, azért nagyjából lejött, de kellett volna egy kis cip, mert ez nagyon durván odaégett az alja. De érdekes, hogy úgy ma, tehát a pörkölt nem volt égett ízű. Én még ma is ettem belőle, elfogyott a nokedli, többet nem is kérek. Mert hópok esznek, meg bekik, mondjuk én még egy kis nokedlival tudnék enni. De már nem fogok. De jó. Hallgass már el, Móni! Beakadt neki a szalag. De jó most itt. Mindjárt csinálok neked egy kis tesót. Ott meleg van. Jó napot, mit adhatok? Egy doboz sört szeretnék, de bontottat, mert úgy is úgy vagyom. Egy kicsi hiányozhat belőle? Igen. A tessék parancsolni, fogyassz egészséggel. Mennyibe kerül? Hát ingyen lesz. Tessék! Itt vagyok. Itt vagy, én meg itt vagyok.
Ha nem tudja elfogyasztani, tessék visszaadni, akkor jó lesz másnak is. Akkor itt lesz. Köszönöm, viszle. Bujkász? Aja. Tere csillagot. Nem baj, majd elforgatom. Felveszed? Jó. Szaninat. Szaninat haza? Badum. Csücsűbe! Ja, megint ez lesz akkor. Csá! Ha menni kell, menni kell. Várjál meg, jó, mert jönnek az autók. Mindenki! Na hát, de hiányzott. Jó, menjünk, csak meg dugjunk egyet a játszótéren. Peti meg a templomja. Azért szép tiszta ez, bármilyen víz is. Geci meleg van, sümegen. Az mi? Te minden megeszel? Nóra bóra. És ha meghalsz?
Akkor is az. Fosókra Szilvának is hívják. Nem kapom be, fúj. Most a sarkon még lesz. Na, tegyél sokat. De érettem zöld. Olyan cukiszák történt, mint az állat. Itt járt Anikó. Kiko Bellásznak hóposzpóló. Óp! Ez ki? Kiko, ki az? Nem. Ki az? Nem. Nem is látod, mi? Kiko, ki az? Ki az? Nem. Op. 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 Ja. Ja. De op. Tiéd ez. De tiéd. Te föl tudod venni, fölveszed? Jó. Hát most ne vedd föl, mert meleg van. Majd este, ha lefürödtél. Köszönjük szépen, Anikó! Ez nagyon cuki. Kicsit még Halloween neki, de... Ma jó lesz. Óp! Nagyon ébi. Óp! Óp! Hú, de pusztulat meleg van. Kapcsoljunk egy mesét neki. Most bimbam volt mire? Hányra? 14:44. Még csak. Még egy órát valahogy kibírok, ha megfürdetem, azt olvas. Most el fogok aludni, mint azt a... Olyan jó volt délután, bekapcsoltam a pokolyót, neki nézte. Közben hópfürdetés néztem. Így jó, lehalkítottam, ide tettem a fülemhez, és már olyan jól tudtam volna aludni, azt felkiabált. Anya, megjöttek! Kik? Hát senki nem jött, hála jó Istennek. Gyere, Beki. Nagyon fáradt vagyok. Letörlöm a Facebookot. Én nem akarok mindenféle rossz híreket látni, meg hallani. Én is lefogom. Tényleg lehet anélkül messzencselezni? Persze. Van, aki nem is csinált magának Facebook oldalat. De akkor lehet újat kell csinálni. De most össze van kötve, aztán megnyitható a profilom, tudod. Na jó, de magát az applikációt letörlöd, hogy ne te ne tudjál belelépni. Ki a faszt érdekel? De meg se találjanak. Szóval Facebook profil törlése. De minek? Hát, hogy nem legyen kedvem se. De hát ott vannak képek. Én nem törlöm le, csak az applikációt, hogy ne lépjek bele. Ott azt ott, hogy értesítés van, kit érdekel. Na jól van, éljetek, hogy tudtuk. Facebook nélkül. Arrivederci.